Karitatív jelleggel szeretnénk önöknek felajánlani a mentőszolgálatunkat, 7 darab mentőorvosi kocsival és terepjáró képességekkel látott fekvő beteg szállítással. A mai nap itt a Jászberényi speciális gépjárműveknek az átadása is ékes példája arra, hogy az ország, a jászság összefog a bajban. Nemrégiben került ki ez a tudósítás az országgyűlési képviselő oldalára, aki arról számolt be, hogy több gépjárműből álló mentőszakszolgálati flotta állt a jászság szolgálatába, mely 16 éve biztosítja a hazai autóversenyek mentési feladatait. Igazából szeretném azt mondani, hogy minden egyes vezetőjének a mentőszolgálatnak jászvényi kötődése van. Egyértelmű volt az, hogy felakasztás a mentőszolgálatnak, mivel az autóversenyeket is felfüggesztették, ezért a jászságba telepítette a mentőszolgálat. Kórháznak is sokat jelent egy ilyen flotta, akik beszállnak a jászság ellátásába, hiszen a területről érkező, vagy a területre visszaküldendő, vagy a járványkórházból érkező negatív betegeknek a fogadásába, a szállításába játszhatnak szerepet. A szolgálatunknak teljesítő, autóknak egy része az ugyanolyan felszereltség rendelkezik, mint a mentőautók. A speciális része pedig azt jelenti, hogy bármilyen terepviszonyok és körülmények között képesek fekvőbeteget kiszállítani a legközelebbi kórházig, ami szerintem igazából nagyon kevés autó rendelkezik Magyarország viszonylatában. Tehát ha jól értem, mondjuk egy rázósabb tanyai terepre is ki tudnak menni mindenféle gond nélkül. Így van, és bármilyen természeti akadályt el tudunk hárítani a mentés közben, illetve a beteget fekvő állapotba tudjuk szállítani a legközelebbi kórházig. Volt már éles bevetés a jászságban? Nem volt még a jászságban éles bevetés. Minden egyes mentőautónak van alapfelszereltsége. Rögzíteni kell ugye a sérültet, hogy el tudjuk szállítani. Megvannak a nyaki gerinc rögzítésnek a fontosanai. Ugye van defibrillátor is, ami szintén a kialakult helyzetből jól jöhet. Meddig tervezik a támogatást? Úgy tervezi a mentőszolgálat, hogy a bázisát a mentőszolgálatnak letelepíti Jászberénybe, és itt innen indulnak majd a gépjárművek az ország bármely területére. Tehát tartósan itt maradnak a jászságban, a jászság szolgálatában is.